nem csak nőknek, hanem nagyon jó lenne, ha ezt a férfiak is hát figyelemmel kísérnék, mert talán többet fogunk megtudni róluk, és jobban meg fogjuk érteni őket. Müller Péter egyik gondolata a nőkkel kapcsolatban a következő. A nők felszabadulási harcában nem egy rabszolgalázadás, hanem az élet megmentésének a kísérlete rejlik. Az életé, amelyet ők hoztak létre, és ezért fontosabb nekik, mint a férfiaknak. A nőknek az emberiség az életműve. A létért a férfi számára ismeretlen erejű felelősséget és aggodalmat érez. És ebből a gondolatból rögtön megértjük, hogy miért olyan gyakori a hölgyeknél a túlzott aggódás miatt létrejövő meldaganat. Mindjárt megértjük azt is, hogy a háborúkat nem a nők indítják, hanem mindig a férfiak. Felelőtlenül, mert számukra az élet nem olyan fontos, mint a nők számára. Tehát ezekkel a gondolatokkal ha belefogunk a webkonferenciába, akkor kiegészíteném még Hammer doktor gondolatával is, ami úgy szól, hogy orvosoknak és betegeknek szól a germán gyógytudomány, akiknek szívük és józan eszük van. Ebben az előadásban aláhúzva dőltbetűkkel mindig megjelennek azok az előadás címek, amelyekre az adott fólia utal. Mert hiszen van egy ilyen előadásunk, hogy orvosoknak és betegeknek, és nagy-nagy szeretettel ajánlom minden kedves, érdeklődő kollégának, kolléganőnek, nézze meg ezt az előadást, a weblapon elérhető. Hammer doktort azt hiszem különösebben nem kell bemutatnom, esetleg azoknak, akik először vannak itt ezen a webkonferencián, és hát ez a csodálatos ember 5 természettörvényben leírta nekünk, hogy hogyan működik a biológia. És ezek olyan egyértelmű törvények, amelyeket még senki, de senki nem tudott megcáfolni, hogy ez ne így lenne. Tehát azért írja, hogy akiknek szívük és józan eszük van, mert csupán a józan eszünkkel rájöhetünk arra, hogy ezek a természettörvények igazak, és ahhoz viszont, hogy megoldjuk azokat a betegségeket, tüneteket, amelyek mögött egy érzelmi megrázkódtatás áll, ahhoz viszont szükségünk van a szívünkre. Tehát nem szétszedjük az embert, és külön orvos foglalkozik az emésztésével, a másik a keringésével, a harmadik a légzésével, a negyedik a hormonális rendszerével, stb. Vagy éppenséggel csak nőkkel foglalkozik, mint nőgyógyász, hanem itt kérem, össze kell kapcsolni a testet és a lelket, mert ezek kölcsönösen hatnak egymásra. És amikor ezt a törvényszerűséget megértjük, akkor fogjuk valóban megtalálni a megoldást is arra, hogy nem csak az egészségünket helyreállítsuk, hanem az életünket is rendbe hozzuk. Rögtön szeretném tisztázni, hogy a betegségek kialakulásának én 3 alapvető módját különböztettem meg. Az egyik az a fizikai tényezőknek a sorozata, hát itt ugye minden bejön, ami táplálkozás, egy oldalú táplálkozás, vagy hiánybetegségek tartoznak ide, balesetek, mérgezések, és itt nem csak a gyilkos galócáról van szó, hanem a drogokról is, amelyeket receptre adnak. Aztán műhibák, amit nyilván, hogy ott kell kijavítani, ahol elkövették, sugárzások és egyéb környezeti tényezők, amelyekre hát ugye mindenkinek volt alkalma megtapasztalni 2020 tavaszától, hogy éppen mik voltak ezek az egyéb környezeti tényezők. Szóval ezek a tényezők, ezek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, bár a balesetek utáni lelki problémák, azok már igen, mert a biológiai konfliktusok azok,
amelyek a germán gyógytudomány tárgykörébe tartoznak, vagyis az, ahogyan reagálunk egy váratlan eseményre, vagyis egy félelemre, a stresszre. Itt a lényeg az, hogy az érzelmeinkre az agy közvetítésével szervi válaszokat fogunk kapni. És aztán van a harmadik, a C pont, az önsorsrontó hiedelmeink. Lehet, hogy egyszer ebből is fogok egy webkonferenciát csinálni, mert hihetetlen dolgok miatt akad el a gyógyulásunk, vagy el se kezdődik, mert fejünkben van egy bizonyos tudás, azonosulunk azzal a tudással, ami a fejünkben van, amit elmondtak a katedrán, és innentől kezdve ez meghatározza, hogy hogyan gondolunk a világunkra. És itt van a probléma, itt van a kutya elásva, mert amíg én nem változtatok az önmagamhoz és a világhoz való viszonyomon, addig a tanult ismeretek, a tévhitek, a tabuk, a titkok, ezek mind-mind meg fogják akadályozni azt, hogy egyáltalán el tudjam fogadni, hogy lelki szinten elindulhat, vagyis érzelmi szinten elindulhat bármilyen betegség. Márpedig elindul, mégpedig egy váratlan, nagyon-nagyon súlyos érzelmi konfliktusra, vagyis egy félelemre, amit váratlanul élünk meg, amit úgy ér minket, mint derült égből a villámcsapás, és megráz minket, mint Isten a vargát, magányosan, elszigetelten élem meg, vagyis benne maradok ebben a konfliktusban. Ez a három tényező az, ami elegendő egy daganat elindításához, és mivel ezt a három kiváltó tényezőt Hammer doktor a 19 éves fia halálának köszönhette, hogy felfedezte, ezért róla Dirk Hammerről, Dirk Hammer szindrómának, DHS-nek nevezte el ezeket a kritériumokat. Ezek kivételt nem ismerő, kérlelhetetlenül szigorú törvény meghatározást jelenti, mert ez mindig így történik. Örömében senki sem betegszik meg, és hozzátenném azt is, hogy unalmában sem. Tehát mindig lennie kell egy érzelmi konfliktusnak, mégpedig egy félelemnek egy negatív érzés lesz az, ami az agy közvetítésével elindítja a szervi választ. Tehát a lélek agyszerv tengelyben, a lelket itt azért tettem idézőjelben meg kisbetűbe, mert nem a nagybetűs lelkünkről van szó, az egy külön történet, viszont ha a lélek agyszerv tengelyen gondolkodom, akkor mindig meg fogom találni a valós okot. Mert minden lelki megrázkódtatásra az agy közvetítésével egy nagyon konkrét szervi elváltozás fog létrejönni. Ahány tünetem, ahány szervi elváltozásom, működésváltozásom van, annyiféle megélésem volt, vagy annyiféle konfliktusom volt. Mert ugye az intelligens agyunk az kapcsolatokat teremt egy váratlan esemény során, rögtön viszonyítunk, hogy hogy volt, vagy mi lesz, vagy még egy csomó az asszociatív gondolkodásunkkal, egy csomó mindenre tudunk még gondolni félelemmel, tehát ugye az érzést gondolatokkal fogalmazzuk meg, és egy negatív érzés negatív gondolatot fog teremteni legalább ezret. Ugyanígy egy negatív gondolatra nyilván negatív érzésem fog keletkezni. Tehát rögtön érthető, hogy a lélek agyszerv tengelyen a félelem az, ami megbetegít, és a lélek agyszerv tengelyen a belső béke lesz az, ami meggyógyít. Mert akkor már egy másfajta impulzust küldök az agy közvetítésével a szervezetem számára, és minden rendeződik. Igen, ám, de itt akkor azt jelenti, hogy érzelmileg kell lezárnom minden este a problémáimat, mert az első és legfontosabb megoldási kulcs az, hogy nem maradjunk benne a konfliktusban. Zárjuk le békével a napjainkat. Hogyan? Megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással és hálával. Aki ezt hajlandó végigcsinálni, az biztos, hogy akármit is megélt a mai nap,
akármilyen kellemetlenséget, nem fog belőle egy értelmes biológiai különprogramot elindítani. EBK-val rövidítjük. Értelmes, mert minden a túlélésért történik a szervezetünkben. Biológiai, mert a biológiai testünkben történik meg a válasz, és ez egy külön program, ami különben nem indul el, csak ha benne maradok a konfliktusban. Nem találtam még biztosítót, aki kötne biztosítást arra, hogy engem az életben nem fog soha semmi váratlan meglepetés érni, azt viszont meg tudom tenni, hogy kilépek, és nem maradok benne a konfliktusban. Ez csak tőlem függ. Az, hogy a körülmények hogyan alakulnak, az egy másik történet, de egy további hát gondolatmenettel, mondjuk egy emelt szintű tanfolyamon eljuthatunk oda, hogy nem csak a biológia van értem és nem ellenem, mert a biológiai testünk a túlélésre van beprogramozva, nem a halálra. Tehát nem csak a biológiám dolgozik azért, hogy életben maradjon, nem csak ennek van értelme, hanem meg az egész életem is értem van, csak kérdés, hogy értem vagy nem értem, hogy mikor, mi történik, én értem. Értem? Szóval a biológiai természettörvények felfedezése a Józan Észel című előadásban nagyon röviden és tömören az öt természettörvényt összefoglalom, bővebben, mint most, mert rengeteg dolgot kell elmondjak a hölgyeknek nőnap alkalmával. De az első természettörvénynél azért időztem el, hogy értsük meg, nem vagyunk kiszolgáltatva a körülményeknek. Húha! Csak annak vagyok kiszolgáltatva, hogy meddig maradok benne a konfliktusban. Ez az egy dolog, ez tőlem függ. És ha lezárom érzelmileg minden napomat, innentől meg se fogok tudni betegedni. Jó hír, ezt kérem szépen. Én azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon jó hír. A lélek-agyszerv tengelynek a felfedezése, és ez tudományos táblázatba való foglalása Hamer doktor részéről egy valami csodálatos dolog, és paradigmaváltást jelent a medicinával. Tehát mondanám, hogy fordítva ültünk a lovon. Csak azt tudtuk számba venni, mindaz, ami elmúlt már. Számolgathattuk a halottakat utánunk. Most pedig tudhatjuk azt, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy az emberek valóban gyógyuláshoz jussanak. Akármilyen betegségről beszélünk. Mert ki fog derülni? Nincs ennek rossz indulatú. Gyógyíthatatlan. Autoimmun. Vagy bármi más jelzővel ellátott betegségek. Csak értelmes biológiai különprogramok vannak. Amit autoimmunnak nevezünk, meg fogom mutatni, hogy miért alakul az ki. Csak hát kérdés, hogy az, amit látok, azt értem, vagy nem értem? És ha nem értem, akkor azt hiszem, hogy a szervezet önmaga ellen fordul. Hát ez egy biológiai őrültség, hát ilyen nincsen, mint mondtam, minden élőlény a túléléséért küzd. Tehát semmi más nem kellene, csak megfordítani a gondolkodást, és rájönni arra, hogy milyen szervi válasz mögött, milyen lelki megrázkódtatás van, és azt pedig érzelmileg kellene nyilvánvalóan lezárni. Ahol van-e a világon, a Közel-Keleten egy picinke ország, ahol dicsekednek azzal, hogy náluk a legkevesebb a daganatos megbetegedések száma. De az, hogy legkevesebb, ez ilyen százszoros szorzót jelent. És ott sem az őslakosoknál történik ez meg, hanem a betelepülteknél. Szóval miért van mindez? Ja, mert onkopszichológusokat alkalmaznak. A világon nincs annyi onkopszichológus a 100 000 lakosra számítva, mint ott. És ott nem csinálnak diagnózis sokkot, hogy hú, halálos, vége, meghaltál, hanem, hát semmi probléma, ez csak egy gyulladás, kérem szépen, és nagyon is igazuk van, mert már a második természettörvényből kiderül, hogy hogyan zajlanak le ezek a biológiai túlélő programok, amit látjuk, két fázisban zajlik le.
Az első, a lényeges dolog ugye még mindig a DHS, a Dirk-Hammer szindróma, a három tényezőjével, megértem egy váratlan eseményt is, mi történt. Hát maradjunk Müller Péternek az idézeténél, tehát a nőknek az emberiség az életműve, a létért a férfi számára ismeretlen erejű felelősséget és aggodalmat érez. Nos, akkor mit jelent ez? Történik valami a családban, és nyilván a hölgy elkezd aggódni. Aggódhat önmagáért, de leginkább a gyermekeiért aggódik, meg a párjáért, vagy az édesanyjáért, vagy a barátnőjéért, mindegy. Elindítottunk egy aggódást, rendben, hölgyeim. És erre elindul a tejcsator, a tej termelő mirigyekben egy szövetszaporulat, mert ugye minden anyuka tudja azt, ha beteg a gyermeke, és megeteti, és a gyerek már eszik rendesen, akkor az már meg fog gyógyulni. Tessenek megnézni, mennyire összevetődik mindez a germán gyógytudományban leírt dolgokkal. Ha legyen vége az aggódásnak, mit tudom én, 4 hét múlva, és akkor megtörténik a csoda, meggyógyul a gyermek, vagy megtörténik az, aminek meg kell történnie ahhoz, hogy az aggodalmat le tudjuk zárni, és akkor megindul a megoldás követő fázis. Tehát az első rész az a konfliktus aktív fázis, a második a megoldást követő fázis. Nyilván, hogy amíg nincs megoldva az aggódás témája, addig zakatol az agya, nem tud éjszaka nyugodtan aludni, hideg a keze, hideg a lába, étvágya nincsen, nem eszik rendesen, de emelkedik a vérnyomása, a pulzus száma, sőt a stresszhormonoknak a szintje is emelkedik, ha éppen ezt ki szeretnék mutatni. Amikor megtörténik a megoldás, akkor elkapja az embert egy nagyfokú gyengeség, érzelmileg, lélek-agyszertengelyen zajlik minden. Érzelmileg már jól vagyok, csak hogy megjelenik a gyulladás, az exudatív fázis azt jelenti, hogy a gyulladás tünetei, a rubor tumor, calor dolor funkció lezá, hiszen mindenki tudja, 500 hallgatóból legalább 450 ezt már kívülről tudja, és vagyis, hogy piros, hogy duzzad, hogy meleg, hogy fáj, és nem működik rendesen, az a lényeg, hogy elkezd az, ami itt szövetszaporításként elindult, az itt elkezd lebomlani. És ez gyulladással jár. Rendben van. Jön az epileptoid krízis, amikor is újra álmodjuk a történetet, sőt, éjjel arra ébredek fel, hogy ugyanaz újra megtörtént, vagy hasonló történet miatt riadok fel éjszaka álmomból, és megnyugszom, hogy hál' Istennek, hát ez csak egy álom volt. Megfeledjük az agyunk, nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Szóval ez az egész történet lezajlik, az epileptoid krízisben elmúlik a fájdalom, és elkezdem a folyadékot kipréselni a szöveti szintből is, és az agyi szintből is, mindjárt az agyra külön visszatérek. És jön a hegesedési fázis, amikor már jó az étvágyam, tudok enni, jó a hangulatom, csak iszonyúan fáradt vagyok. Na, amikor a gyermek is ugyanide jut, akkor anyuka megnyugszik, mert már tud enni a gyerek, és elmúlik az aggodalma. Csak hogy lássuk, hogy a történet ugyanarról szól. Akár az anyukának a gyógyulásáról beszélünk, akár a gyereknek a gyógyulásáról beszélünk. A hegesedési fázis az, amikor megnyugodhatunk, hogy most már napok vagy hetek választanak el a teljes gyógyulástól, ha tudom, hogy hol tartok, örülök a tüneteimnek, nem harcolok a tünetekkel, és megengedem a biológiai testemnek, hogy befejezze azt, amit elkezdett. És ennyire egyszerű. Ja, tudom, ezért hihetetlen, mert nem erre tanítottak, nem ilyen gondolkodásra tanítottak, csak hogy a nagyszerű dolgok azok mindig, és mindig nagyon egyszerűek is egyben. Lélek-agyszertengerről beszélünk, na most az érzelmi feszültséget a konfliktus aktív fázisban érezzük, érzelmileg a megnyugvást a megoldás követő fázisban érezzük, hiszen magát a megoldást az jelentette, hogy valami megoldódott, vagy én
tudatosan elengedtem, megoldottam ezt az élethelyzetet. Ja, ez egy másik történet lenne, ha hajlandók lennénk ezzel foglalkozni. Agyi szinten mit látok? Hát itt van a koponya lappal párhuzamosan készült headsetet, ha megfordítom, akkor láthatom a konfliktus aktív fázisban, itt vagyunk konfliktus aktív fázisban, azt látom, hogy van egy becsapódás az agynak egy bizonyos területén, ez jelzem nem a melldaganatnak a becsapódása, ez egy önleértékeléssel kapcsolatos konfliktus becsapódása, de azt is látjuk, hogy már aki laptopon nézi, vagy esetleg kivetíti a nagyképernyős televíziójára az általam készített fóliákat, az nagyon jól látja, hogy körkörös gyűrű veszik körül a becsapódás helyét, ezt látjuk konfliktus aktív fázisban, de csak akkor, ha a koponya CT-t kontraszt anyag nélkül csinálják. Ha kontraszt anyag van benne, akkor ez nem lesz látható. A megoldásban, ugye az exudatív fázisban nem csak a szöveti szinten jelenik meg a folyadék, hanem szervi szinten is. Kérem szépen, itt van a szervi szintű folyadék ebben a és illetve ebben a relében, sötétebb a két relé, mint a túloldali, vagy éppenséggel, mint a környezete, részletekben most nem megyek bele, de ez a folyadék fog kipréselődni a megoldás követő fázis epileptoid krízisében, épp úgy, mint szöveti szinten. Ez tényleg nagyon egyszerű, csak mivel tudatlanok vagyunk, nem tudjuk, hogyan is zajlik le minden a szervezetünkbe, ezért esünk kétségbe a gyógyulási tünetek miatt. Igen, a esetek 90-95%-ban azt jelenti, hogy fájdalom egyenlő gyógyulás. De ha én ezt nem magányosan, riadtan, rémülettel élem meg, és begyűjtök még több vizet ide, ahova nem kéne, akkor nem volna semmi gond. Mert ha ide begyűjtök még egy csomó vizet, mert elindítottam a diagnózis sokkal a létkonfliktust, ugye a létezés feltételeinek hiányából adódó konfliktus, a ja Istenem, mi lesz velem, hogy egyszerűen megfogalmazzam, vagy elkezdek aggódni most már magam miatt is, meg a gyerekek miatt is, meg még, ugye, akkor még elindítok újabb programokat, meg még magányos is vagyok, még több vizet gyűjtök, így, hölgyeim, a melldaganatból nem lehet meggyógyulni. Ez az egyirányú utca temetőbe. Ha tudom, hogy éppen gyógyulok, akkor behűtöm a pezsgőt, és ünneplek a epileptoid krízis után, amikor már megjött az étvágyam, még gyenge vagyok, mint a mosottkaké, de boldog vagyok, mert jó a hangulatom. Ezzel tisztában kéne lenni. Persze, lázam van, izzadok, mint a lú, meg stb., de gyógyulási tünetek. De hogyha nem gyűjtöm be a vizet, akkor nem robbantom szét a mellemet. Négy heti konfliktus után nem kéne szétrobbanjon a mellem. Na, a melldaganatra még majd visszatérünk, remélem, hogy ez a kis bevezető, ez mindenki számára érthető és egyszerű volt. 87-ben azt írja Hammer doktor szó szerint, hogy az embriológia és magatartás kutatás alapján sikerült megtalálnom a harmadik és negyedik biológiai természeti törvényt. Embriológiából csak annyit kell tudni, nem kell tudni a gyógyuláshoz az embriológiát, senki ne jegye meg, minden orvos, biológus, állatorvos tanult embriológiát, vagyis arról a 9 hónapról, amit az anyaméhen belül töltünk, mindannyian megtermékenyített petesejből építettük fel mi magunk a biológiai testünket, és ez 3 csíralemezből épült, amint látjuk, van kívül a piros, vagy ektoderma, van belül a sárga, vagy endoderma, és van középen a narancssárga, vagy mezoderma. Minden sejtünk, szövetünk ebből alakul ki. A színek itt erre utalnak, illetve az agy nyílirányú metszetét, ha itt megnézzük, akkor láthatjuk, hogy például az endoderma, vagy belső csíralemez sejtjei, ami többségében a tápcsatornát hozzák létre, plusz prostatát, meg mély nyálkahártyát, ezt mind a agytörzs vezérli, látjuk, sárga-sárga. Okay. A piros
csíralemezből vagy ektodermából, most a piros színt innen fogom áthozni, mi alakul ki? Kialakul a külső bőröm, és ezt mi fogja vezérelni? Nyilvánvaló, hogy az agykéregnek az érzőközpontja. Stb. Stb. Tehát ebben továbbiakban nem megyek bele, nem részletezem. Amit viszont tudnunk kell, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy semmi rendkívüli nem történik a szervezetünkben. Nem a laborértékekkel, nem a tumormarkerekkel, nem a koleszterin szinttel kell foglalkozni, csókolom. Azok csak követik a biológiai programot. Erről is tudnék előadást tartani, csak éppenséggel nem érdemes. Esetleg majd, ha az orvosokat érdekli, akkor elmondom nekik, hogy milyen laborlelet mit jelent. Hogy éppenséggel az a szint, ahol tart, az most mire utal. De ezt mindenki számára egyértelmű, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek viszont működnek, így van. Na most mit tudok tenni a túlélésemért? Én, mint biológiai test. Hát vagy a sejteket fogom szaporítani a konfliktus aktív fázisba, vagy sorvasztani fogom, vagy a működést fogom gátolni, fékezni. És mit csinálok a megoldás követő fázisban? Hát ennek a fordítottját. Lebontom a felesleges sejteket, visszaépítem a hiányzó sejteket, és visszaállítom a működést, hogyha azt leblokkolta. Kérem, ez azért hihetetlen, mert ennyire egyszerű. A világ legegyszerűbb egyenletrendszerét láthatjuk itt. Ha ezt és a lélek-agyszervtengelyt összeteszem, akkor megértettem a germán gyógytudományt. Mindent, ami le van írva, táblázatva, illetve az útmutatókönyvben, ezen a két dolgon alapszik. Lélek-agyszervtengely, és építek, bontok, működést változtatok. Nyilvánvaló, a csíralemez eredet fogja meghatározni azt, hogy mikor bontok, és mikor építek. Jó. A negyedik természettörvény az, amitől kiakad minden orvosnak a biztosítéka, mert pont, hogy nem arra tanítottak minket, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok vagy mikrobák, hogy azok a mi barátaink lennének. Ezek az egyetfejlődéssel, tehát az embriológiával együtt működnek. Mit jelent ez? A gombák és a TBC baktériumok lesznek azok, amelyek a megoldást követő fázisban a felesleges sejtek lebontását fogják elindítani. Mert ugye ennél a két programnál, amit az agytörzs és a kisagy indított, először sejt plusz volt. Most ide teszek egy pluszt, tehát a megoldásba lebontom. Mi van akkor, ha agyvelő és agykéreg által irányított programról beszélek? Ott mindig először mínusz van, tehát sorvasztok, mit fogok csinálni a megoldásban, visszaépítem a hiányzó sejteket. És ebben viszont a baktériumok és a vírusok segítenek. Tehát, még egyszer, a felesleges sejtek lebontásában a bennem élő gombák és TBC baktériumok segítenek, a hiányzó sejtek visszaépítésében a baktériumok és a vírusok segítenek. És nyilvánvaló, hogy ezeknek a száma attól függ, hogy mennyit ültem én a konfliktus aktív fázisban. A biológiát kérem, nem arra találták ki, hogy napokig, hetekig, hónapokig benne csücsülök egy konfliktusban. Nem. Nem ám. Arra találta ki a teremtő, hogy megoldjam azonnal azt a problémát, ami a túlélésemet veszélyeztet. De nem agyalok azon, hogy milyen volt a gyermekkorom, hogy mik voltak az előző életeim, hát az nagyon fontos, ugye? Vagy éppenséggel, hogy mitől kéne félnünk, mert ki tudja, hogy mi lesz. Még egyszer szólok, az agyam nem tesz különbséget valóságálom illúzió közt, és ezért, ha benne maradok a konfliktusba, akkor ezek a segítők el fognak szaporodni. Na most, amikor azokat a bizonyos gyógyszereket beadják, akkor azt mindig a megoldás követő fázisba adják, itt jönnek be a szerek,
És nagy részük mit csinál? Visszatesz engem a konfliktus aktív fázisba, tehát eltűnnek a gyulladás tünetei, lásd kemoterápia, ugyanezt csinálja. Aztán, amikor kimegy a hatása, és a szervezete megint összekapja magát egy melldaganat során, akkor azt fogják mondani, hogy recidíva. Vagyis, hogy visszajött a daganat, mert nem sikerült minden sejtet kiirtani. Tehát most, ha nem volt jó a zöld kemó, akkor jön a lila. Kérem szépen, ha valaki azt gondolja, hogy a gyógyulását a testének, a sejtjeinek a mérgezésével fogja elérni, én nem vitatkozom. Akkor itt a józan ésszel valami probléma még van. Mert én szaporítottam fel a sejtjeimet, és én is bontom le. És nem a kemoterápia. Na jó. Szóval a negyedik természettörvényről is van bőven előadás, meg hát a negyedik könyvemben is mindent megérthetünk ezzel kapcsolatban. Nem csak azt kéne tudjuk, amit Louis Pasteur ránk hagyott, hanem azt is, amit még a többi tudósok is mellé tettek. Az ötödik természettörvény, kérem szépen, a lényeg megértésének a törvénye. A lényeg. És elárulom, ha csak ezt az egy törvényt komolyan vennénk, nem csak annyit, hogy hát hallottam róla, hanem komolyan vennénk, hogy minden, ami bennünk zajlik, az a túlélésünkért történik. Mondtam, a testünk nem a halálra van beprogramozva, hanem a túlélésre. A kérdés, hogy megengedem neki, hogy megcsinálja, vagy nem engedem meg. Van egy előadásom, miért akad el a gyógyulásunk? Tessenek megnézni. Tehát azt, amit mi idézőjelben betegségnek nevezünk, az éppen a részét képezi az értelmes biológiai különprogramnak. És mindennek értelme van. Hámer doktor külön minden programnál kifejti a biológiai értelmet. Na most, ha minden ilyen szép és egyszerű, akkor miért is maradunk betegek? Hát azért, mert meg sem oldottam a konfliktust. Hoppá. Még mindig gyűlölködök. Átvertek, becsaptak, agyvérzést kaptam, de még mindig nem bocsátottam meg, és még mindig görcsben áll a kezem és jéghideg. Az a szokásom, hogy mindennek ellenszegülök. Semmit nem tudok elfogadni úgy, ahogy van. És csodálkozom, hogy folyamatosan magas a cukrom. Na, itt van a meg nem oldott konfliktus kérdés. Függő gyógyulás. Az élet valamit tett annak érdekében, hogy a konfliktus megoldódjon. De nem érzelmileg oldotta meg, és mivel gyakran jönnek a sinek, ezért folyamatosan elakad a gyógyulás. Nem tud kifutni a program. Ezek a kicsi kék szakaszok nem az epileptoid krízist jelentik, hanem újabb és újabb röpke konfliktus aktív fázist. Mert ugye a sinek. Mert ugye rögzítettem a konfliktus körülményeit, és most már nem kell újra megéljem azt a konfliktust, csak találkoznom kell a sinnel. Vagyis az a hang, az a kép, az az illat, az a pollen, minden, ami történik egy becsapódás pillanatában, mindent a szervezetem rögzít. És miért indul el a program? A sinekre. Mert a sin egy ingerküszöb fölötti inger. Ez már nem egy újabb DHS, és mégis elindul az egész program. Nem érdekes? Na ez indította el a gondolkodásomat, és ennek a megfejtését élettani ismereteim alapján írtam le a negyedik könyvben, majd még szólok róla. Policiklikus lefolyás. Miről szól a történet? Hát mindig tessék nézni, eljutottam a végére. És újra elindítottam. És megint eljutottam a végére. És újra elindítottam az egész történetet. Mondjuk minden tavasszal és ősszel nekem gyomorfájásom van. De lehetséges az, hogy valaki megoldott egy emlődaganatot. Volt is tanfolyamon, ez konkrét példa, és 2 év múlva jön, hogy megint emlődaganata van. Ja, akkor mit változtatott ő a gondolkodásán? Semmit. Megoldott egy programot, egy élethelyzetet, és jött a tesztkérdés fentről, na lássuk, hogy tanultál belőle valamit, és kiderül, hogy semmit. Újabb daganatot csinál.
Hát szóval, akinek szíve és józan esze van. Én csak ennyit tudok mondani. A germán gyógytudomány annak való. Aki nem hajlandó változni, változtatni azon, ami őt megbetegítette, azzal nem tudok mit kezdeni. Tehát itt ebben a medicinában nem az orvosa lesz az, akinél ott van a karmesteri pálca, és ő majd lerendezi valakinek a gyógyulását. De felejtsük el. Nem, itt kérem szépen, a beteg az, akinél a karmesteri pálca ott van. Csak annyi fog megtörténni vele, amennyit ő megenged. Tehát ezért nem árt az öt természettörvényt legalább ismerni, meg hát a rólunk szóló dolgokat. Ha fehér folyáson van, akkor az. Ha meldaganaton van, akkor az. Ha petefészekrákon van, akkor az azzal kapcsolatos előadást megnézni, hölgyeim. Hát ingyen van. Kérdés, hogy van-e elég időnk arra, hogy magunkat is rendbe szedjük. Hammer doktor téziseit 98. szeptember 11-én már elismerték, igazolták a Nagyszombati Egyetemen. Mégsem ezt tanítják az orvosi egyetemeken. Vajon miért? Na vajon ki irányítja a medicinát? Nem jöttünk még rá 2020 márciusától. Ki irányítja a medicinát? Az orvosok? Nagy tévedés, kérem szépen. A konfliktus típusokat a weblapon is meg lehet találni, külön ki van dolgozva minden konfliktus típus, tessenek utána nézni. Itt csak éppen felsorolom, látható a táblázat a három csíralemez színével, a sárga szín a belső csíralemezt, a narancs a középső csíralemezt, a piros a külső csíralemezhez tartozó programokat foglalja magában. Sárga oszlop. Agytörzs irányítja, tehát az agyi központ az agytörzsben van. Falat konfliktusnak hívjuk mindazt, ami ide becsapódik, mert azokról a falatokról van szó, amit én meg kell kapjak ahhoz, hogy életben maradjak. Na vajon ez mi? Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ennyi kell az életben maradáshoz. Nem kell hozzá nyugdíj, nem kell hozzá eltartási szerződés, nem kell a gyerekem minden nap meglátogasson. És még csak világbéke sem kell hozzá, hogy mindez rendelkezésre álljon. Itt van a barátom, ő a dr. Budai László Károly, látjuk ott ül az orvosi táskáján. Ő a biológiát képviseli minden tanfolyamon és minden webkonferencián. És látjuk, hogy nyugodtan ül ott hátul, mert van levegőt kaptál, mert vizet is, még hoztam. Kaját is kaptál? Hát akkor minden rendben van. Ennyit kellene tisztázni, akár mekkora félelmem van, hogy veszélyezteti-e az adott helyzet az életben maradáson. Hát nyilvánvaló, hogyha menekülni kell, akkor az ember elmenekül. Ha harcok vannak tőle, mit tudom én, néhány száz méterre, vagy éppen elbújik, hogy túlélje a dolgokat, ez nem azt mondtam, hogy kimegyek és ide lőjetek, de akkor is az óvóhelyen is csak levegő, víz és táplálék kell. Na jó, szóval menjünk akkor tovább, és akkor megértjük, hogy itt a legfontosabb a magány és egzisztenciális konfliktusnak a felismerése és elengedése, mert ez okozza a víz visszatartását, amiről már szóltam a bevezetőben. A kisagy által vezérelt program az a táblázat narancssárga oszlopának felső részében van, és itt fogjuk megtalálni a gondozási konfliktus kapcsán a meldaganatot, amiről eddig beszéltem. De a kisagy a vélt vagy valós támadásokkal kapcsolatos konfliktusokra reagál, az irhát, a burkokat szaporítja, illetve a bemocskoltsággal kapcsolatos konfliktusok pedig az írhának a járulékos szerveit, mint berejtékmirigy és fagyúmirigy. Külön előadás van erről is, kisagyi programokról, akit érdekel, megnézi. Agyvelő az a
narancssárga oszlopnak az alsó felében található programokat irányítja, tehát itt az egyenlet a következőképpen szól, önleértékelés egyenlő önpusztítás. Tehát mit csinálok itt? Itt fogok mindig egyszer bontani, és megoldásban visszaépíteni. Az első két helyzetben is, agytörzs és kisagyban, mind a kettőben először építettem, megoldásban meg lebontottam, itt fordul meg, ennél a vonalnál fordul meg a tendencia, itt először bontok, aztán építek. Az agykéreg által irányított programok elválasztási birtokkonfliktus, birtokzónán kívüli konfliktusoknál is először mindig sorvasztok, megoldásban visszaépítek, külön történet, nem megyek mélyen bele. A működés változásról szóló programok pedig a piros oszlopnak az aljában találhatók. Először blokkolom a működést, például az inzulin kiáramlást, hogy emelkedjen a cukrom, hogy legyen erőm ellenszegülni. Megoldásban ezt az egészet megfordítom, és rendezem a vércukorszintemet, és meggyógyulok a cukorbetegségből is. Még akkor is, ha egyes típusú cukorbetegségről beszélünk. Tehát itt látjuk ezt a csodálatos táblázatot, amelyben Hammer doktor az akut betegségeket sorolja föl, távirati stílusban lélek agyszerv tengelyt írja le, és mindennek ott van a biológiai értelme. Mi történik konfliktus aktív megoldás követő fázisban is? Mi a biológiai értelme? Ezt kibővítve találjuk meg az útmutató az egészséges című könyvben. Tehát benne vannak ugyanígy a csíra lemezek konfliktus típusok, mint a táblázaton, de a krónikus elakadt lefolyásokat is taglalom. Tehát amiről szóltam, hogy függő konfliktus aktivitás, függő gyógyulás, policiklikus lefolyás. A konfliktus típusokat is elemezzük benne, esetismertetések is vannak benne, és néhány akadémikus diagnózisnak a szervi összefoglalása azért lényeges, hogy lássuk, hogy egy olyan történetben, mint mit tudom én, lupus erythematodes, Sjögren-szindróma, reumatoid artritis, stb. Hogyan kell gondolkodnom ahhoz, hogy megkapjam a Hammeri gondolkodást. Én a Hammer doktornak a temetésén 2017-ben megígértem a sírjánál, hogy megépítem a hidat az akadémikus és a germán gyógytudomány között. Ez az útmutató, ez az a híd, ami átjárást és megértést kínál azoknak is, akik germán gyógytudománnyal foglalkoznak, és azoknak is, akik akadémikus orvostudománnyal foglalkoznak. Nyilvánvaló, hogy túl a konfliktusokon történetek is vannak benne. Most a negyedik könyvem lényege az, hogy az egyetlen valóság az én megélésem. Ugye ez külön egy előadás cím. Nagyon-nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ezt az előadást mindenki nézze meg, és akkor rá fog döbbenni arra, hogy miért újra meg újra ugyanazt a programot futtatja. Mert ezek viselkedési mintáknak a követése, amikor már az inger küszöb fölé emelkedett az a bizonyos inger, a program elindul. És nem kell hozzá külön becsapódás. Amikor megvan egy hatalmas nagy inger, akkor igen, lesz az agyban lenyomat és körkörös gyűrű, de amikor csak az inger küszöb fölötti ingert éri el, akkor is elindul a program, épp úgy, mint a sinek kapcsán. És észre se veszem, hogy mindennek ellenszegülök és cukorbeteg vagyok. Észre se veszem, hogy mindenre az a válaszom, hogy én ezt nem bírom elviselni, és fáj a csipőizületem. Észre se veszem, hogy az életemet úgy rendeztem be, hogy mindenki közel legyen hozzám, akiket nagyon szeretek, ez idézőjel, és mindenki legyen távol tőlem, akit utálok. Na, ez tényleg így van. Mind a kettő elválasztási konfliktus, és jönnek a krónikus bőrprogramok, az abszanszok, sőt, időskorra az Alzheimer-kor. Észre se veszem, hogy nem tudok nem bosszankodni. Egyszerűen ez adja nekem az energiát, a turbót, hogy bosszankodok, és akkor magas a gamma gét, én pedig soha egy korty alkoholt nem ittam.
aggódással az én életem, ugye, és egyik meldaganatot csinálom a másik után. Rágódok mindenen, tehát még mindig a múltban élek, és akkor csinálom a gyomorprogramot, és a, hát a gyomorsavat, a refluxot, és hát könnyebb bekapni egy sav képzést gátló gyógyszert, mint leszokni a rágódásról. Én ezt aláírom. Csak kérdés, hogy akkor ezt meddig lehet csinálni. És aztán féltékeny típus vagyok, ugye féltékenységről megint van előadás, és akkor van mészájnyálkahártya programom, prostata, ondóhúja program, stb. Tehát ez az egész azért került egy külön könyvbe ennek a leírása, hogy amikor azt élem meg, hogy de hát nekem ilyen konfliktusom nincsen, csak fáj mind a két térdem. De hát de miért fáj? Mert makacs vagyok. Én makacs? Én nem vagyok makacs? Családi történet, úgyhogy mindenki nevetett rajta, az illetőnek nem volt belátása, hogy makacs, mert ugye megalomán konstellációban volt. Na, ezek után akkor vágjunk bele most már gyorsan, rengeteg dolgot kell elmondanom a hölgyeknek. Ma a biológiai megközelítésről fogunk hallani, holnap szerdán Réka Liza viszont a női principiumról fog előadást tartani. Nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogy vegyen részt rajta. Vegyen részt rajta, és ugyanúgy 7:30-tól fognak tudni belépni a webkonferencia terembe. És a biológián túli dolgokról sem árt tudni annak, ha valaki valóban gyógyulni szeretne. Ez a rajz Hammer doktornak a rajza, és hát csodálatos grafikus rajz, mert minden rajta van. Elmesélem, hogy mi. Hát ugye rajta van ugye a méhtest, két oldalt látjuk a petevezetékeket, itt vannak a petevezetékek, ugye, jobb és bal oldalt, ez itt ugye a méhtest, ami sima izomból épül fel, belül van a nyálkahártya, és a mély száj viszont ugye haráncsikolt izomzatból épül föl, és azt viszont a mély szájat és a nyakcsatornát, azt ektodermális nyálkahártya, vagyis külső csirralemezhez tartozó nyálkahártya béleli. Miért kell ezt így tudni, mármint annak, aki ezzel foglalkozik? Mert akkor értem meg, hogy a mély nyálkahártya program sorvadással indul, és fájdalommal, vérzéssel gyógyul, ezt ugye, ha sokáig fennáll, akkor ezt mély nyakráknak fogják nevezni, akkor fogom megérteni, ha képtelen vagyok én egy gyereket kihordani, ez az én megélésem, hogy ezzel én elsorvasztom ezt a záróizmot, és a gyerek 900 grammosan kifogja. Ebből fogom megérteni, ha egyfolytában az én nagy programom, hogy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék gyermeket, vagy nagymama unokát, teljesen mindegy, akkor ez a mély izomzatra fog hatni. Ebből fogom megérteni, hogy a mély nyálkahártya, itt van bent, ugye ez a sárga színnel jelzett nyálkahártya, ami belső csirralemezből van, először szaporodik, aztán bomlik, hogy minden ocsmány félgenitális konfliktusra, ez fölszaporodik, lebontáskor jönnek a gombák, és lesz belőle fehér folyás. Ebből fogom megérteni, hogy ha én ezt nem hagyok hajlandó megoldani, akkor a petevezeték elzáródásához fog vezetni. És ha már csak ennyit tudunk, és csak egy rajzot mutattam bevezetésként, akkor azt jelenti, hogy kezdjük érteni az összefüggéseket. A csirralemezek szerint fogom tárgyalni a női programokat, de csak távirati stílusban. Az endodermális programokból a petefészek rákot, fehérfolyást, petevezetékkel záródást, miomát és Bartholin-Meery gyulladást fogom taglalni. Ugye a fehérfolyásnak a reléje az itt található az agytörzsben középen, mint ahogy múlt héten elmeséltem ugye a férfiak kapcsán, hogy a prostatának itt van a reléje, hölgyeknél ez a relé a
mély nyálkahártya reléje, és annak a szaporodását, lebontását irányítja. Nos, akkor lépjünk tovább, és nézzük meg a petefészek teratómát. Ez azt jelenti, hogy az ős sejteknek a nagyon gyors szaporodása történik meg, konfliktus aktív fázisban, gyors ütemű szaporodás. Miért? Mert megértem egy váratlan, nagyon súlyos veszteségkonfliktus. És ebben én nem éltem meg semmilyen lelkismeret furdalást. Mert ha lelkismeret furdalást élek meg, akkor nem teratóma lesz belőle, akkor petefészek nekrózis, vagyis sorvadás lép fel a konfliktus aktív fázisba. Ezt is elmondom, de az a középső csiralemeznél. Tehát az a váratlan történet, amiben egy hatalmas veszteséget éltem meg, teszem azt a legjobb barátnőm. Csak hallottam, már 2 éve nem beszéltem vele, nagyon jó barátnők vagyunk amúgy, ha találkozunk, ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, és jött a hír, hogy frekvenciát vált. És ez engem nagyon-nagyon mélyen megérintett. Na, akkor elindítom az őssejtek szaporulatát, megoldásban viszont gyulladás kíséretében történik a lebontás. Drága hölgyeim, ezzel a programmal nem szabad játszani. Ezt a programot indította el Hammer doktor is, és nála ugye heredaganat lett az eredménye, 2 hónappal a fia halála után. Ő is mindent megtett azért, hogy a fiát megmentse, nem jött össze. A fiú frekvenciát váltott 111 nap után. De hogyha nem vagyunk hajlandók lezárni békével a napunkat, az úgynevezett veszteségkonfliktust, akkor nagyon súlyos történet lesz a következménye, mert ugye, ha ez elkezd majd gennyesen lebomlani a felesleges sejtek, hát akkor az a zárt hasüregben igen nagy komplikációkat fog okozni. A komplikációk megoldása mindig akadémikus orvosi feladat marad. Mert akkor itt be kell avatkozni. Akkor ezt a gennyes petefészket el kell távolítani. És ha ezzel megúszta és nem csinál egy hashártya gyulladást a kedves hölgy, akkor nagyon hálás lehet. Mert a hashártya felülről borítja a petefészkeket. Tehát zárjuk le békével a napjainkat, és fogjuk fel, hogy ez semmilyen szeretett élőlénytől soha nem tudunk elszakadni, senkit nem tudunk elveszteni, és senkit nem tudunk birtokolni. Az, amit halálnak neveznek, az valójában csak frekvenciaváltás. De hát nyilván erről most nem megyek bele részleteibe. Ha tisztában vagyok a halál fogalmával, a valós fogalmával, akkor nincs bennem halálfélelem. A mély nyálkahártya és petevezeték programja a női biológiai programok idegi és hormonális szabályozása című előadásban részletezve van. Tehát akit ez érdekel részletesebben, írja ki magának ezt az előadás címet. Ocsmány, félgenitális konfliktus, ennyit ír Hammer doktor, de hát ha magyar nyelv az gazdag, és az ocsmányságot sokféleképpen meg tudjuk fogalmazni, úgyhogy aljas, hogy trágár, hogy vulgáris, stb. Stb. És ha menopauza után vagyunk, hölgyeim, tehát változókorban vagyunk, és megélek egy ocsmány, aljas, félgenitális konfliktust, valaki mondott rám valamit, akkor is elindítom ezt a programot, vagy egy veszteségkonfliktussal. Veszteségkonfliktus, de azt jelenti, hogy azt is ocsmány módon éltem meg, valami szeretett élőlénynek az elvesztését. Az ocsmányság az, ami mindig a mély nyálkahártyára hat. Menopauza után a veszteség is ide csapódik. Ha ocsmányságról van szó, menopauza előtt pedig a félgenitális konfliktus, tehát szexualitásról van szó. És tudjuk jól, hogy az a Audi Q7-es, ha úgy folytatódik, hogy rva, akkor az a szó, az hát igencsak ocsmányul hat az embernek a fülében, legyen szó akár férfiről, akár nőről.
És aztán, ha ezt ugye megbocsátok, de nem felejtek szinten, oldom meg, valahányszor találkozok ezzel az illetővel, akkor a ményák a hártya szaporulata el fog indulni, lebontáskor jön a fehér folyás. De elég, ha a szexuális aktus közben valami ocsmányságot mond a partnerem a fülembe. Te kis... Hadd ne mondjam. Szóval, mert ugye, ha pornográfiával foglalkoznak az urak, meg a hölgyek, akkor ott már olyanokat is láthatnak, hogy trágább dolgokat mondanak, vágnak egymáshoz. Ettől nem jobb lesz, ettől csak rosszabb lesz minden. Szóval, ha a szexualitásról van szó, meg kérdezhetnénk, hogy miért szaporodik fel a nyálka-hártya konfliktus aktív fázisban. Akár pozitív, tehát vágyott dologról van szó, vagy akár egy negatív értelemben elhárítandó dologról van szó, a biológiának a legfontosabb dolog a faj fenntartás. Tehát, ha szexről van szó, beindul. A konfliktus aktív fázisban, tehát a nyálkártya megmosdagodásának kettő értelme is van. Egy, több váladékkal jobban ki lehet tisztítani a méreget, és segít a megtermékenyítésben. Kettő, ha kevés a férfinak az ondó váladéka, mert ugye múlt héten megnézte a prostatáról és ondóhullagról szóló előadást, és rájött, hogy függő gyógyulásban van a prostata programja, ezért egyre kevesebb az ondó váladéka. Tehát akkor mit tud csinálni a fajfenntartás érdekében a hölgy? Hát felszaporítja a nyálkártyát, hogy még több folyadékkal segítse azt a kevés ondósejtet is, hogy legyen közeg, amiben felúszik, eljut a megtermékenyítendő petesejthez. Mi történik a megoldás követő fázisban? Hát ugye ez az, amikor fellép, akkor már rögtön ugye kandidára gondolunk, és elkezdünk diétázni, csak szólok, hölgyeim, hogy a májunk az nem spirituális, és csinálok egy májprogramot. Tehát nem a cukor okozza a fehér folyást, hanem egy ocsmány félgenitális konfliktus, és hát ez további komplikációkhoz vezet, menstruációs zavarok, és menopauza után, mikor ugye nincs nyálkahártya, kidobódás, lelöködés, az állandó szaporodás az megtörténik tünetmentesen, és mikor jön a lebontás, hát akkor kérem szépen mély testráknak fogják nevezni, holott a mély izomzata nem érintett, csupán a nyálkahártyája. Függő konfliktus aktivitást mit fog csinálni? Hát elzáródik a petevezeték, erre már utaltam a bevezetőben, és eljutunk a méhen kívüli terhességhez, mert ugye az petevezeték nyálkahártyája, az nem dobódik be. Minden hónapban, mint a menstruációval, mint a mély üregnek a nyálkahártyája. A mély testizomzata mi a feladata? Hát az a feladata, hogy kihordjuk a várandóságot, vagyis az a konfliktusom, hogy nagyon szeretnék, vagy vagyon nem szeretnék még egy gyermeket, vagy még egy unokát, stb. Vagy nagyon szeretem én a kis cicákat, de most már több kis cicát nem szeretnék a házba látni, ez is elegendő. És akkor szeretett élőlényről van szó, ne felejtsük el, és a biológia nem tesz különbséget, szeretett élőlény, életet kell életben tartani, tehát szaporítás. És elindítom a mély nyálka, a mély izomzatnak a szaporulatát, amit ugye miomának fogunk nevezni. Megoldásban nem bomlik le a mioma, de semmi akadályát nem képezi a várandóságnak. A miomára szegényre annyi mindent ráfognak, az endometriózistól a fehér folyásig és a megtermékenyülés elmaradását is a miomára fogják, holott semmi köze nincsen hozzá. Szóval jó lenne elgondolkodni azon, hogy szeretnék vagy nem szeretnék. A biológia számára teljesen mindegy, hogy igen vagy nem, ő indítja a mély test sima izomzatának a szaporodását.
Na most az a nagy érdekesség, hogy a várandóság negyedik hónapjától ez az izomzat vagotóniás hatás alá kerül. Tehát mély izomzat görcsök első 3 hónap végéig előfordulhatnak. Mert szimpatikus tónus van, nézzük meg a várandóságról szóló előadást. Vagotónia alá kerül, és mégse lépnek fel a beleknél ismert sima izom görcsök. Ez egy valami csodálatos dolog. Tehát miért? Mert innen a mélyizomzat a nagyagyi séma szerint fog működni, epileptoid krízisben pedig jön a szülés. Ez csak mint érdekességet említettem. A hüvely bemenetnél találunk két, hát nedvesítő mirigyet, ezt Bartolini mirigynek nevezzük. Nyilvánvaló az a feladata, hogy a hüvelyben menetet nedvesítse a közösülést megelőzően, hogy minden tökéletesen működjön. Na de, ha trágár dolgokat vágnak a fejemhez, hogy száraz vagy, mint a sivatag, vagy hideg vagy, mint a frigider, mert türelmetlen a kedves partner, és aljas trágár megjegyzéseket tesz, vagy egyáltalán, drága hölgyeim, félelemmel át tudják adni önök magukat a szexuális együttlétnek. Nem fog működni, tehát nem fog működni a Bartolini mirigy sem, és nyilván a nem kívánt közösülésnél is ugyanez a helyzet, és hüvelyszárasság fog létrejönni. Na de ha én ezt az egészet, mint hüvelyszárasságot megtapasztaltam, és ez jelenti magát a konfliktus, akkor nyilvánvaló, hogy a biológiám rákapcsol, hogy még több nyálat kell termelni, és a mirigy állomány sejtjének a szaporulatához vezet, ami nagyon-nagyon jól láthatjuk ebben, ezen a rajzon. Itt már a megoldásban begyűlt a folyadék, és már cisztaként jelenik meg. Hát kérem szépen, amikor egy galambtojás nagyságú gyulladt terület ott van a szemérem testben, hát az nem egy kellemes dolog egyetlen hölgy számára sem. A nőgyógyászat gyakorlaton volt alkalmam ilyet bemetszeni, és akkor abból gyönyörűen jött a, itt van a metszésnek a helye, kijön belőle a geny, és aztán nem összevarják a gólyagot, hanem kivarják a szélére ezeket a metszésnek a szélét, ez a marsupializációnak nevezett műtét, vagy magyarul erszényesítés. És nyilvánvaló, hogy ez a Bartolin mirigy azután már nem fog soha többet működni. Amúgy a hüvelyszárasságnak a problémája akkor is megjelenik, hogyha ugye gátvédelem címszó alatt a bemetszés itt nem a megfelelő helyen történt, és sikerült a nőgyógyásznak vagy a szülésznek átvágnia a Bartolin mirigynek a kivezető csövét. Na innentől szülés után a kedves hölgy már nem fog rendesen nedvesedni. Tehát a szülés előtt semmi baj nem volt, de szülés után igen, akkor már tudjuk, hölgyeim, hogy ezt kinek kell megköszönni. A kisagy és szervek összefüggéseit látjuk ezen az ábrán. Itt látjuk ugye a két emlőnek a reléjét, ezt most szépen így bekarikázom. Ugye jobb oldalt a bal oldalt a jobb emlőnek a reléjét fogjuk megtalálni, mert az idegi pályák kereszteződnek. És itt most csak erre térek ki, mert ugye hölgyekről beszélünk. A narancssárga oszloptól kezdődően beszélünk a kezűség kérdéséről, a biológiai kezűség kérdéséről, és a tapsteszt alapján tudjuk meghatározni azt, hogy
ki a jobb és ki a bal kezes, mert aki, amikor most hölgyeink széttárjuk a karunkat, rátesszük a combujunkra, oké, mindenki megcsinálta, mindenki a fehér birkát nézi a képernyőn, rendben, és ebben a pillanatban összecsapom a kezem, de úgy, hogy az egyik felül van. És hogyha a jobb kezem van felül, jobb kezes vagyok, ha a bal kezem van felül, akkor bal kezes vagyok, még akkor is, ha jobb kézzel írok, és jobb kézbe tartom a kamerát. A biológiai kezűség nem változik. Tehát ha valakit átszoktattam gyerekkorában, az akkor is biológiailag balkezes, de a biológia nem hazudik, tehát ha valakinek baloldali emlő problémája van, baloldali, és itt az aggódás vagy elválasztási konfliktus a gyermekéről vagy az édesanyjáról szól, akkor ő jobbkezes. Ha baloldali emlő problémája van, és az elválasztási konfliktusa vagy az aggódása nem az anyjáról, nem a gyerekéről szól, hanem valaki másról, akit úgy hívunk, hogy partner, akkor ő biológiai balkezes. Ugyanígy van a jobb emlőnél is, tehát a partner oldal az a kezűséghez kötődik, tehát jobbkezesnek, jobb balkezesnek bal oldalon van a partner oldali tünete, és az ellenkező oldalon anya-gyerek önmaga. Ennyit a tapstesztről, de a biológiai program pontosan meghatározza azt, hogy mi a történet lényege. Az endodermánál nincs szó a kezűségről. Ott másfajta törvények uralkodnak. Tejmirigyek szaporulta, ezzel kezdtem, már ezt elmondtam, hogy az aggódás fogja okozni, tehát a hengerhámnak a felszaporodását, de nem csak az aggódás, hanem a fészek vita konfliktus is. Tehát abban a házban, ahol állandó visszaveszekedés történik, ott a hölgynek nyilván a partner oldalon kialakul a tejmirigy szaporulata. Ha a gyerekével van állandó vitája, vagy az édesanyjával, akkor azon az oldalon fog kialakulni mi. Egy adenoid melkarcinóma, adenoid, vagyis mirigy állománynak a szaporodásáról beszélünk, és ha egy nagyobb területet ölel magába, akkor már egy lebenyke, vagyis lobuláris karcinóma fog. A megoldást követően mi történik? Két dolog történhet, kérem szépen. Az egyik az, hogy biológiai gyógyulás, ez azt jelenti, hogy a csomó elsajtosodik. Mit jelent az, hogy elsajtosodik? Azt jelenti, hogy van elegendő TBC baktériumom, és ez lebontja a felesleges sejteket. Ez megtörténik úgy, hogy a mellünk egyben marad, egy, ha nincs nagy konfliktus tömeg, és kettő, ha nem teszem bele a teljes reménytelenséget, mert mindenki meggyógyul ebből, csak én nem, és innentől kezdve akkor a begyülemlett víz miatt ugye szétrobban a mell, ezért mondom, hogy a szindróma miatt okozódnak a tünetek, és megduzzadt és vizenyős lesz. Épp a konferencia előtt néztem egy fényképet, amit egy hölgy küldött, és ilyen, mint hólyagok vannak már a mellnek a helyén. Miért? Mert a teljes elkeseredettség, reménytelenség, kilátástalanság, társas magány, egzisztenciális konfliktus, menekültségi konfliktus, minden, ami a magányosságról szóló webkonferenciában benne van, na az elegendő ahhoz, hogy több vizet gyűjtsünk be, mint amennyit oda be kellene, és ez fogja akadályozni a gyógyulást. Tehát nagyon, de nagyon észnél kell lenni, hölgyeim, mert hogyha most azért aggódok, mert milyen lett a sebem, akkor ez egy ördögi kör, amiből nincs megoldás.
Ha minden rendben történik, mert nagyon sokan meggyógyultak már merdaganatból, jelzem, akkor visszamarad egy kaverna, egy vájulat, ami adott esetben menekültség, magán, stb. Vízzel telik meg, és akkor ezt cisztának fogják nevezni. A gyógyulás az éjszakai izzadással jár, és hogyha a felszínre tör, akkor ugye bűzös, tuberkulotikus gény fog ürülni. Kérem szépen, a biológiában nincsenek parfümillatok. B pont. A nem biológiai gyógyulás azt jelenti, hogy nem voltak TBC baktériumok, amik segítettek volna lebontani a felesleges sejteket, és mit csinál ilyenkor a szervezete? Mert beoltottak, mert mit tudom én, rengeteg antibiotikumot szedtem előtte, mert fájt a torkom, stb. Mit csinál a biológia? Eltokosodik, elmeszesedik, átalakul egy kötőszövetes meszes csomóvá, ami betokosodik. Ez nagyon egyszerű, mert amikor egy sima tűbiopsziával nem tudnak szövetmintát venni, ugye akkor jön a kóre biopszia, a vastagtűs eljárás, és akkor csak beledöfnek egy nagyot ebbe a már meggyógyult csomóba, és szétverik a csomót. De vettünk szövetmintát. Ha az ultrahangképpen, vagy bármilyen képalkotó eljárással meszes csomók mutathatók ki, drága hölgyeim, akkor már is lehet ünnepelni, mert azt jelenti, hogy ez egy lezárt programnak a biológiai emlékműve. Nem kell piszkálni. A további rész a mellről szóló előadásban. Na most vannak szövettani diagnózisok, mint fibroadenoma. Ugye ennek az a lényege, hogy elmozdítható, fájdalmatlan göbb, rugalmas, fészek-vissza konfliktus áll mögötte. Filoid tumor, ugyancsak fészek-vissza konfliktus, meg egy nagyfokú magány, amitől aztán hatalmasra megnő. Adenózis szklerotizáns. Ez már az elmeszesedett, lezárt történet, nem kell vele foglalkozni. Emlőciszta, már szóltam, hogy a lebontott sejtek helyén az üreget folyadék tölti fel, mert vesegyűtő csatorna szindrómán van. Minden, de mindent, kérem szépen, az aggódás tovább fog növeszteni, és akkor lesz belőle egy lobuláris karcinoma. Ennyit szeretnék tisztázni, meg azt, hogy nincs áttét a bordákban, aki nem hiszi, nézze meg az áttét vagy metasztázis értelmezése a germán gyógytudományban című előadást. A DHS itt micsoda? Önleértékelési konfliktus. Miért írom le magam? Azért, mert a mellem úgy néz ki, hogy. És miért írom le magam? Mert azonosulok a mellemmel. Drága hölgyeim, aki azt gondolja, hogy ő maga a két melle, én azzal nem tudok mit kezdeni. A kecskék tudjuk jól, hogy rákcsálnak mindenféle tüskés bokrokat. Megkarcolódik a tőgye valahol, gennyes, véres váladékozással meggyógyul, és a kecske nem írja le magát, azért, mert gennyes a tőgye. Meggyógyul. Tehát itt azért mondom, hogy alapokat rendbe kell tenni ahhoz, hogy tudjam, hogy nem csupán 4% biológiai lény vagyok, mert ameddig csak azzal azonosulok, addig ő fog irányítani. Na most lehet itt sok mindent felhozni, hogy túl kicsi a mellem, vagy nem szép, vagy mondtak rá gusztustalan megjegyzéseket. A lényeg, ha van egy mellprogramom, és te esetleg szétrobbant a mellem, akkor hogy nézek oda? Hú, innentől kezdve az önleértékelés mit fog csinálni? Az alatt a levő bordákban fog megjelenni, mert a legsúlyosabb önleértékelés a csontokat érinti. És itt csont, a mell alatt a borda. Tehát azt fogom lesorvasztani, és ez nem áttét, ez egy második program. A hátsigolyában is megjelenik a sorvadás, és ott ugye csont hiány lép fel. Csont lyukak, persze. Elképesztő dolgokat fognak az emberek fejéhez verni,
Hát persze, ha elhiszi ezeket, ha túl nyugodt az életünk, akkor járjunk orvosi rendelőbe. Nos, a lényeg az lenne, hogy ezeket a dolgokat elkerüljük, nyilván. Amikor ez elkezd gyógyulni, akkor jön egy iszonyatos csontfájdalom. Ha a magányosságot beleteszem, kibírhatatlan, hatalmas fájdalom lesz, felteszik a tapaszt, puszi, mehetünk a temetőbe. Még senki nem gyógyult meg a fájdalom csillapító tapasztól, viszont arra jó, hogy maximálisan vagotóniába tegye és leálljon a szíve. Mi itt is, ami a legnagyobb ellenség, a szindróma. Vagyis a magányosság megélésével fokozom az ödémát és fokozom a fájdalmat. Tovább lépünk, narancssárga oszlop, második rész, vagyis nagy agyfehér állományhoz tartozó női program. Na hát vajon mi tartozik ide? Itt van kérem szépen a két petefészek. Na most akkor a petefészekről már volt szó, ugye? Igen, a petefészeknek azon sejtjeiről, amelyek előállítják a petes sejteket. Ezek az ős sejtek. Na de a petefészekben vannak még fehér, középső csíralemezből származó sejtek, aminek a központja itt van a fehér állományban, és neki az a feladata, hogy ösztrogént és progeszteront, vagyis női nemi hormonokat termeljen, épp úgy, mint a herében is van tesztoszteron, ugye? Szóval ez a két bekarikázott oszlop, amit látunk, ez a hölgyeknél a petefészeknek a helye, és mikor lesz érintett? Nyilvánvaló, hogy még mindig veszteség konfliktusról beszélünk, de a megélésem az, hogy én ezt most bűnbak szerepben, tehát hibásnak érzem magamat abban, hogy elvesztettem. Hibásnak érzem magam, hogy az első gyereket nem vállaltuk be, mert még folyt az építkezés. És a második már nem akar összejönni. Miért? Mert még mindig hibásnak érzem magam. És ameddig konfliktus aktív fázisban vagyok, addig sorvadás lép föl a petefészek ezen sejtjeiben, ami azt jelenti, hogy megvonásos vérzés, vékonyálka a hártya, és kialakul a meddőség. Nincs hova becsapódjon. Vagy lehet, hogy még petesejt se alakul ki, attól függ, milyen súlyos a történet. Tessenek megnézni a veszteségkonfliktusokról szóló rövid összefoglalást, és akkor még tisztábban látjuk a történetet. Mi történik akkor, ha megoldjuk a konfliktust? Ez kérem szépen akkor szokott érdekes módon megoldódni, nem egy történetet hallottam ilyet, amikor a hölgy már megnyugszik, hogy oké, két hónap múlva meg lesz a beültetés, és megnyugszik. És mit ad Isten? Következő hónapban természetes úton bejön a gyerek. Vagy örökbe fogadnak egy gyereket, innentől megoldotta úgymond a konfliktusát, és utána már jön az ő biológiai gyereke. Mert fokozódik az ösztrogén termelés és a petesejt érés. Ez itt a lényeg. Tehát, hogyha én már helyre tettem magam, akkor bedobja engem a biológia, de úgy, hogy kétpetélyű ikreket fogok szülni, akár fiú-lány ikreket. Mert mind a két oldalon lesz petesejtérés ugyanabban az időben, nem csak az egyik vagy a másik oldalon. Amikor az exudatív fázis beindul, akkor azt jelenti, hogy folyadék fog begyülemleni oda, ahol gyógyulok. Így van. A petefészek ciszta alakul ki, ez majd innen leszakad, és ebből lesz hegesedési fázisban a csokoládé ciszta. Ez kapcsolatot teremt a hasi szervekkel, hogy vérhez jusson, és még több ösztrogén termeljen. Vagyis itt nem rákról beszélünk, csokolád. Semmiféle rákról nincs szó. És nem endometriózisról beszélünk. Mert nem a ményálkahártya bújtát valamilyen úton, módon be a hasüregbe. Az endometrium az belső csíralemezből van, a petefészek ciszta, meg középső csíralemezből van. Na itt jön be az, hogy miért is kéne tudni egy icipicit a
embriológiát, hogy tudjunk különbséget tenni az egyház és a fegyház között. Szóval, biológiai értelem micsoda? Az, hogy könnyebben fog teherbe esni a nő a megoldás után, függőgyógyulásban, hát egyre több ciszta alakul ki a hasüregben. Jó lenne ezt az egész történetet megérteni és lezárni. Ne felejtjük el, hogy a veszteség konfliktusokról van előadás, épp úgy, mint az endometriózis GNM szemmel című előadásban, ahol a lényeget már ugye elmondtam, megoldottam a veszteség konfliktust, és ennek a lényege, hogy ösztrogén dominancia lép fel, a természetes, és függő gyógyulásban policisztás ováriumról, meg indurált cisztákról fogunk beszélni. Itt is a vesegyűjtő csatorna az, ami mindent bebonyolít, tehát a magányosság megélése. Lásd ez erről szóló előadásban, hogy mennyi féleképpen tudunk magányosságot megélni. Ugye, mert akkor a ciszta szétrepedés indul előről a folyamat, és tele leszünk cisztákkal a hasüregben, de hogyha egyszer és mindenkor lezártuk a történetet, és nincs benne magányosság, akkor nincs semmi, de semmi probléma. Tehát endometriózis szakembernek jó lenne elővennie az embriológiát. A hólyagsérvés mély süllyedés is ide tartozik, önleértékelés, önpusztítás. Sérvek is, ami mögöttük van előadásból, részleteket láthattunk, mi történik. Na vajon, hogy jön létre hólyagsérv? Vagyis a hólyag, itt van a hólyag, benyomul, most ide húzok egy nyilat, benyomul a hüvelybe. És miért? Mert a hüvelynek a felső falát elsorvasztottam, elvékonyítottam, mert a szexualitásban én önleértékelést értem meg. Miért? Mert elhittem egy, bocsánatot kérek, de egy vadállatnak, hogy én nem vagyok megfelelő partner, hogy én nem vagyok megfelelő nő. Hát könyörgök, a biológia mindenkit, a természet, a biológiában mindenkit tökéletesnek teremtett meg, legyen szó állatokról vagy emberekről. Pontosan a fajfenntartás a legnagyobb dolog, amit meg kell oldania, tehát itt nincs olyan, hogy valami nem tökéletes. Az agyunk nem tökéletes. Ott van a probléma. A gondolkodással, a józanésszel, már megint ott tartunk, hogy szívünk és józan eszünk kéne legyen, hogy ezt a programot is helyre tegyük, mert konfliktus aktív fázisban sorvasztokna, de megoldásban visszaépítem azt, amit lebontottam, és erősebb lesz a fala a hüvelynek, mint volt. Lehet ez a sérv a végbél felől is betörhet, ugye, hogyha a hüvelynek a hátsó falát bontom le, akkor nyilvánvaló, hogy a székletürítéskor bedomborodás történik meg a hüvely felé, sőt, extrém esetben a széklet még a hüvelybe is átmegy, és ott is tud jönni. Tehát vannak itt furcsaságok, de ha végre helyre teszem magam, akkor minden rendben van. Látjuk, miért alakul ki? Mert folyamatosan, hosszú ideig, konfliktus aktív fázisban sorvasztottam, sorvasztottam, sorvasztottam. Ha a mély függesztő szalagokat sorvasztom el, akkor a mély előesik, és a mély száj megjelenik a vulvában, vagyis a szemérem testben. Ez az egész innen ide be fog csúszni. Tehát jó lenne, drága hölgyeim, tisztában lenni azzal, hogy úgy vagyok tökéletes, ahogyan vagyok, és aki ezt nem tudja, azzal nekem nincsen semmilyen dolgom. Újabb csíralemez, külső csíralemez, ektoderma, amit viszont az agykéreg irányít. Itt látjuk az agykéregnek a grafikus ábrázolását, és tudjuk azt, hogy az agykéregben vannak a birtokzónák, mindjárt külön rajzon is megmutatom, és van férfias és nőies birtokzóna. A jövőből érkező félelmeim a homlok üre, a homlok részen lévő relégbe csapódnak be, a feloldatlan múltbeli félelmeim pedig
a nyakszirti lebenyben csapódik be, és ez viszont a látásomat teszi tönkre. Mi van itten? Azok a, tehát tudjuk jól, hogy vannak a sejtekre ható és a működésre ható konfliktusok. A sejtekre ható konfliktusok során mindig először sorvasztok, megoldásban meg visszaépítek. A felhám és a nyálkahártya lesz az, ami érintett az elválasztási konfliktusban. Ide fognak az érző mezőbe becsapódni, ami piros színnel van itt jelölve. Az egész testünknek a képviselete itt található meg, és ennek a becsapódásnak a következtében fogom sorvasztani konfliktus aktív fázisban a felhámot, vagy a nyálkahártyát mondjuk egy tejkivezető csatornában. A biológiai értelem mindig a konfliktus aktív fázisban van. Azért sorvasztom, hogy tágabb legyen a cső, azért sorvasztom, hogy az elválasztást meg tudjam oldani. Tehát vannak az elválasztási konfliktusok, vannak a birtok konfliktusok, amelyek viszont ide csapódnak be, ugye? És vannak külön még a frontális lebeny konfliktusai, meg a nyakszirti lebeny konfliktusai, ahogy azt már az előbb említettem. Mindig először sorvasztok, a megoldásban pedig visszaépítem a felesleges, vagyis a hiányzó sejteket. Nos, akkor ennyit kell tudni alapból, és ha a hölgyekről van szó, akkor jön a harmadik fajtája az emlődaganatnak, mégpedig a tejcsatornarák. A tejcsatornarák, ugye tudjuk, hogy három dolog indít el mellprogramot, az aggódás és fészekvita konfliktus az a mirigyekre fog hatni, az elválasztási konfliktus viszont a csatornákra fog hatni. Miről szól a történet? Az, hogy elszakadt tőlem az én szeretett gyerekem. Nem aggódok érte, hanem az fáj, hogy nem tudom megölelni. És ez a konfliktust éli meg szerencsétlen Manci tehén is bent az istállóban, amikor a gazda a borját elviszi tőle. Ez a szerencsétlen Manci is megéli az elválasztási konfliktust, meg aggódik is a kölykéért, tehát felszaporítja a tejtermelő mirigyeit, és kinyitja, kitágítja a csatornáit, mert a gazda tudja, ha elviszi a borját, akkor még több tejet ad a Manci tehén, mintha mellette van a borjú és szopik. Tehát így jut a borjúnak is elegendő megeladásra is. Amikor meg 4 hónap múlva visszaereszti a borját a Manci tehénhez, hát honnan fogja megismerni, közben már megnőtt, nincsen tajszáma, nincs vonalkód a homlokán, mégis megismeri a Manci tehén, nem miért, az illatáról. Igen, kérem szépen, megoldja a konfliktusát, és akkor mi lesz vele? Hát úgynevezett negyedes gyulladás, ugye tudjuk, hogy van egy 4 ujjas kesztyű a tehénnek a hátsó lába között, amit lehet fejni, és abból jön a tejcsík. Na most a negyedes gyulladás azt jelenti, hogy az egyik kesztyű úgy begyullad, és állatorvostól tudom, hogy nem vágják le, nem kemózzák, nem sugarazzák, hanem gyulladás csökkentést eszközölnek állatvizes ruhával, káposztalevéllel, ki hogyan akarja, megoldja, és utána abból a csatornából jönni fog újra a tej. Érthető, drága hölgyeim? A tehén nem kap kemoterápiát. Akkor tessenek egy kicsit elgondolkodni. Hogy meddig ülök benne egy olyan érzésben, hogy valaki szeretett élőlény elszakadt tőlem. Vagy a gyerek, partner. Szóval, amikor behúzódik az emlőbimbó, az konkrét jele annak, hogy ott, ahova ezt a nyilat berajzoltam, ott a tejcsatorna sorvadása történt meg. Tehát konfliktus aktív fázisban vagyunk. Megoldásban mi történik? Feltöltődik a fekély, megduzzad az egész, fokozott érzékenység lép fel, olyan kellemetlen érzés, mintha
üvegmosót húzgálnának bent ugye abban a csatornában. Akinek volt ilyen, ugye az így mondta el, tehát én is így tudom elmondani. Mert fokozott lesz az érzékenység, és az epileptoid krízisben zsibbadás és abszansz, vagyis emlékezet kiesés fog bekövetkezni. Lehet, hogy eszméletét veszti a hölgy. És kihívjuk a mentőt akkor, amikor a gyógyulás kellős közepén van. Függő gyógyulásban nyilván előbb bontok, aztán építek, megépítek, megépítek, tehát a csatornán belüli szövetszaporulat, vagyis intraduktális papilloma fog kialakulni. A birtokzónába tartozó agyi reléket látjuk ezen a képen. Ez már egy teljes, hogy mondjam, előadást teljes estét igénybe vevő előadás kéne legyen, és ha valaki megnézi a birtok konfliktusokról szóló előadást, akkor megérti, hogy itt miért nem megyek bele további részletekbe. A birtokzóna van itt felrajzolva, látjuk, nincs a homlok és nincs a nyakszirti lebeny se felrajzolva, csak a birtokzónához tartozó relék, vagyis. Mi az, hogy birtok? Amiről azt gondolom, hogy az az enyém. És van az, hogy az ember az élettársát is birtokként kezeli, meg hát mindent, amit begyűjtött magának, hogy biztosítsa a túlélését. Holott tudjuk, hogy a túlélés ez csak levegő, víz, táplálék, fény és hang ingyen van. A levegő is ingyen van. Azért a kicsi táplálékért meg nem kéne megöljük egymást. Szóval a birtokzóna egy kivételes rendszer, egy csodálatos módon fedezte ezt fel, és írta le Hammer doktor, és minden, de minden úgy igaz, ahogy leírta. Aki ezzel foglalkozik, az tudja. Aki meg nem foglalkozik ezzel, az kritizálja. De hát nyilván a szkeptikusokkal nem szoktam foglalkozni, mert ha elkezdenek tanulni ők is, akkor nem lesznek már szkeptikusok. Szóval a mérlegszabályok a második konfliktus után fognak hatni. A szexualitás egy alapvető dolog, mert a fajfenntartás az még mindig egy férfi és egy nő szükséges. És a hormonális állapot is befolyásolja a konfliktusok megélését, valamint a biológiai kezűség, ami itt szerepet játszik. Tehát ez egy négy ismeretlenes egyenlet lenne, de hát eleve minden férfinak és minden nőnek az agykérgi reléi a birtokzónában úgy vannak elrendezve, hogy jobb oldalt vannak a férfias birtokzóna relék, bal oldalt a nőies. Amikor csak féltem a birtokomat, féltem a munkahelyemet, vagy hölgyek esetén féltem a házamat, ugye, hogy elviszi a bank a fészket, mert ugye a hölgy az a fészek királynője, akkor birtokféltésként ugye érintve lesz a hörgőnek az izomzata, illetve a nyálkahártyája, és a megoldásban megjelenik a tüdőgyulladás. Ha megrémülök, ez egy teljesen nőies reakció, hogy egy váratlan zajra, történetre, csattanásra. Mindenki összerezzett, remélem most mindenki felébredt. Szóval akkor elindítom a rémület, félelem, konfliktust, elakad a hangom, mert itt a gége izomzat és a gége nyálkahártya lesz érintve. A birtok vesztése, tehát ha elvesztettem a birtokomat, az a szívkoszorú erekre fog hatni. Itt a férfiaknál, a férfias, nem véletlenül a férfias birtokzónában van a birtokvesztéssel kapcsolatos relé, mert számára a munkahely elvesztése, vagy akármi, amihez úgy kötődik, mint birtokhoz, ez hatalmas konfliktust fog jelenteni. Nyilván, ha utálja a munkahelyét és kirúgták, akkor boldogan pezsgőt bont és ünnepel, tehát itt mindig az én megélésem az egyetlen valóság.
Amiről itt mindenképp beszélni kell, az a szexuális konfliktus, illetve a meg nem termékenyítettség konfliktusa, és ennek a reléje, kérem szépen, az itt lesz. Erről fogunk beszélni, mert ez kifejezetten a hölgyekre vonatkozó történet, a meg nem termékenyítettség konfliktusa, ilyennel is találkoztam, ezt Hammer doktor írta le. És van még ugye az identitás konfliktus, a bizonytalanság, a döntésképtelenség, valamint a bosszankodásnak a reléje a férfias oldalon, ami az emésztésre fog hatni, mint megemészthetetlen bosszúság. Az epe kiválasztó csatornák tágulása, fokozott epeérülés, vagy a gyomor kis görbületén fekélyképződéssel jár. A területkijelölési konfliktus férfiaknak, nőknek egyaránt fontos, hogy ne szóljanak bele a dolgaimba. További részletek a birtokkonfliktusokról szóló előadásban. Nézzük akkor, ami a hölgyeket érinti, és ugye itt van becsillagozva a baloldali női birtokzónában a szexuális konfliktusnak a reléjébe, mi csapódik be. A szívkoszorúér vénák belhártyáját is irányítja ez a relé, a megoldásban ott lesz a tüdőembólia. A méhnyaknyálka hártyáját is irányítja ez a relé, megoldásban ott lesz a méhnyakrák. És konstelláció esetén, vagyis amikor nem csak a bal oldalon, hanem teszem azt, a jobb oldalon is van egy megfelelő relé. Tegyük ide például a bosszankodásnak a reléjét, oké? És akkor meg fogjuk érteni, hogy miért görcsös minden menstruáció, mert bosszankodással éltem meg egy esetleg az első menstruációmat, illetve valamilyen szexuális konfliktust. És ez, amíg ez a kettő egyben fennáll, addig minden, de minden menstruáció hatalmas görcsel fog járni. Tehát a helyzet az, hogy a viselkedés változások, azok nagyon fontos történetet jelentenek, de majd erről is mutatok forrásmunkát. A viselkedés változások a legszembetűnőbbek akkor, amikor a birtokzónán belüli konfliktusok nincsenek feloldva. A szexuális konfliktus mit jelent? Kérem szépen, minden, ami szexuális téma. Szexuális téma. Hát mi más van, mi más lehet a beszélgetés témája, vagy burkoltan, vagy nyíltan, mint a szexualitás, és miről szól a hölgyeknek a divatnak a követése, és a bizonyos illatoknak az alkalmazása. Leássunk mélyére, drága hölgyeim, mindig ott fogjuk találni a szexuális vágynak a kielégítését szolgáló megoldásokat. Szóval, ha az aktussal kapcsolatos a konfliktus, akkor már nyilvánvaló, hogy nem csak a téma, hanem maga a szexuális aktus, mint szexuális konfliktus becsapódik ide, ebbe a relébe, amit itt látjuk, ugye? Lehet aktus módosult tudatállapotban, mert ugye divat a mindenféle szereknek a használata, és akkor nem vágyott közösülések is megtörténnek, és mikor felébredünk, akkor a buli után, akkor hát hatalmas konfliktusként éljük meg, hogy mi történt. Főleg, ha erről még videófelvétel is készült, és utána ezzel zsarolni lehet az illetőt. Együttlét utáni megjegyzések, méret problémák, minden ide bejön, de szexuális témának tenném be azt is, amivel az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió között, ugye a be nem teljesült szerelmi vágy. Ez egy őrület, hogy vannak
emberek, férfiak, a hölgyek történetében, akiktől nem tudnak elszakadni. Hogy miért, az már egy másik kérdés, vagy mert meg sem történt azt, amit szeretek volna, vagy megtörtént, de olyan ocsmány módon, hogy innentől konstellált állapotba kerülnek. És mindenféle szexuális történet ebbe a relébe fog becsapódni, és mi lesz a következmény? Nyilván, hogyha a szexualitás a fő téma, akkor mély nyakrák, ha viszont a birtoknak a birtoklás ebben a fő téma, nem a szexualitás, hanem mert birtokolni akarom ezt a gazdag pasast, annak a megoldásában abszonsz és tüdőembólia fog fellépni. Mivel azért a kettő egymástól nem választható el, mert ugye benne van a szexualitás, és meg akarom tartani a férfi embert, mint birtokot, azért abban besegít a ményak nyálkahártya is, ezért a mély nyálkahártya vérzés is meg fog jelenni a tüdőembólia alatt. Szóval, drága hölgyeim, jó lenne megnézni a női biológiai programokról szóló előadást, és egyszer is mindenkorra megváltoztatni azt a gondolkodást, ami egészen ilyen súlyos történetekig el tud vezetni. A konfliktus aktív fázisban ugye szívkoszorúér véna nyálkahártyája érintett, ez sorvad, ugye, mert ugye sejt mínusz van, bocsánat, ide egy mínuszt akartam rajzolni, így. Megjelenik a fájdalom, mert ugye ősszájnyálkahártya séma szerint működik ez a nyálkahártya, és megjelenik a mélyszájnyálkahártya sorvadása, az viszont fájdalommentes, mert az kültakaró szerint. Megoldásban eltűnik a mellkasi fájdalom, és megjelenik a mélyszáj érzékenység, epileptoid krízis, na ez itt kérem a nagy veszély, ugye amikor fokozódó mellkasi fájdalom, szaporapulzus, emelkedő vérnyomás, tüdőembólia. És mellette mély nyálkahártya vérzést kell. További részletek a tanfolyamokon, illetve hát akit érdekel, az a viselkedés változásokról, a konstellációkról egy igazi szakkönyvből tud tájékozódni, ez a pszichózisok és viselkedés változások. Germán Gyógytudomány fényében című könyv. Tehát mikor beszélünk konstellációról? Amikor két szemközti oldalon egymással szemben elhelyezkedő, és mindkét oldalon folyik a program. Tehát amikor én aggódom, teszem azt a gyermekem miatt, mert beteg, és közben baleset érte a férjemet, és aggódok érte is, hogy ja Istenem, mi lesz vele, akkor mi történik? Akkor egy kisagyi konstelláció lép fel, megváltozik a viselkedése a hölgynek, és teljes érzelmi kiégést fogunk tapasztalni nála. Erről is van külön webkonferencia. Tehát az önleértékelésnél, a kétoldali az önleértékelés, bármint anyagyerek és partner oldalon is megéltük az önleértékelést, akkor megalomán konstellációról beszélünk. És hát itt a birtok zónában rengeteg szépséggel találkozunk, nem megyek bele a részletekbe, csak annyit kell tudni, hogy a viselkedésváltozás mindig a túlélést fogja szolgálni. Mi történik, ha skizofréniáról beszélünk? Ez annyit jelent, hogy az a két agyfélteke már nem ugyanabban a rezgésben van, minden szervünknek megvan a saját rezgése. Csak két agyfélteke szinkron rezeg, de amikor az egyikbe becsapódott egy konfliktus, már nem ugyanúgy rezeg. És nyilvánvaló, hogy a gondolkodást, a viselkedésváltozást meghatározza az a konstelláció, ami létrejön a konfliktus becsapódása következtében.
Most a viselkedés változásta, egészen a skizofréniáig azért van egy csomó átmeneti zóna, és ezt fogják borderline személyiségzavarnak nevezni. Ez nyilván meghatározza, azért olyan sokszínű, mert meghatározzák azok a konfliktusok, amelyek magát a viselkedés változást létrehozták, és akkor itt be tudom karikázni ezeket a hiányzó reléket is, és akkor már nagyon gyönyörű lesz, és a síneknek megfelelően mindig változik az illetőnek a viselkedése. Amikor meg úgymond fellép egy pszichótikus állapot, utcanyelven bekattant az illető, akkor azt jelenti, hogy a két konfliktusa egyszerre került sínre, mind a kettő egy időbe került sínre, és akkor ilyenkor teljes pszichotikus állapot lép fel. Ennyit szerettem volna csak úgy sejtetésképp, vagy kedvcsinálásképpen elmondani a pszichózisokról, mert a legbonyolultabb, de a legszebb része is a germán gyógytudománynak. Maradt még a menstruációs zavarokról egy rövid összefoglaló, de szólok, hogy további részletek a menstruációs zavarok és meddőség értelmezése című előadásban van, nem véletlenül van egy külön előadás erről, úgyhogy ha valamit kimaradt, vagy nem volt eléggé érthető, akkor tessenek szíves lenni ezt az előadást megnézni. Ugye van olyan, hogy sötét bordó az a bizonyos menstruációs vér, főleg ugye a reggeli vérzés színe lehet sötét bordó. Miért? Hát mert éjszaka összegyűlt, és pangott a mélyüregben az a vér. Nem kell tőle megijedni. Pecsételő barnás vér még a menzesz előtt jelenik meg. Miért? Mert ez még ott maradt pár csepp vér, az előző menzeszből nem volt tökéletes a kiürülés, és ezért jelent meg, de az alacsony progeszteron szint is ezt létrehozza, valamint a magnézium, a B6 vitamin hiány is lehet ennek a pecsételő barnás vérnek az oka. Sötét lilás és darabos, mert emelkedett az ösztrogén szint. Mikor emelkedik az ösztrogén szint? Mikor megoldottam a veszteségkonfliktusomat, tehát amit úgy hívnak idézőjelben, hogy endometriózis. Szóval a plusz ösztrogén termelés fogja ezt a sötét lilás darabos vérzést létrehozni. Nos, ez 9 hónapig eltart, és utána, ha a hölgy nem marad sinen, akkor ez az egész megoldódik, a menstruáció is. Nagyon erős görcsök, akár hányással is, ezt már ugye berajzoltam, hogy bosszankodás plusz szexuális konfliktus, egyenlő görcsös menstruáció, és nem az endometriózis lesz ennek se az oka. Híg halvány rózsaszínű vízszerű vérzés. Na, mi a probléma itt? Az, hogy nem oldottam meg a veszteség konfliktusomat. Még mindig konfliktus aktív fázisban vagyok, vagyis alacsony az ösztrogén szintem, ugye, alacsony, és a ménynyálkahártya se fejlődik ki, ezt áttöréses vérzésnek is nevezik. Tehát rendezni kell a híg rózsaszínű vizes vérzésnél a veszteség konfliktust. Pecsételő vérzés, kérem szépen, két menzesz között, ovuláció alatt, hú, de akkor legalább tudtam, hogy most volt a tüsző érésem és repedésem, tehát pár napig, hát hogy mondjam, elzárkózok a közösüléstől, és akkor ez a naptáros dolog az, ami mint fogamzásgátló módszert alkalmazták, még nem voltak fogamzásgátló tabletták, de ez sem volt mindig 100%-os, mert van soron kívüli tüszőrepedés is. Szóval két menzesz között egy-két napig tart, mi a problémám? Még mindig visszajön a félelem attól, hogy nem fogok tudni egy gyereket megszülni. Elképesztő, kérem szépen. Barnás váladékozás görcsös fájdalmakkal. Hát akkor már ugye tudjuk, a görcsök a bosszankodás, de fel nem oldott bosszúság miatt van, és a barnás váladékozás váratlan
félgenitális konfliktus megélése a ciklus alatt. Nem egy feloldatlan konfliktusról van szó, hanem váratlanul jött egy ilyen félgenitális konfliktus. Na most ez nem lesz megoldva, nyilvánvaló, hogy a következő ciklus előtt már meg lesz a fehér folyás. Mondhatnám, hogy a fehér folyás bevezető tünete a barnás váladékozás görcsös fájdalma. Nos, a nőiségben, szexualitásban megélt önleértékelés. Mire hat ki? Hát nyilván, hogy a petefészek hormon termelése fog kihatni, hormonszint csökkenés, menstruációs zavar, és akkor itt lesz a menopauza előtti ciklus zavarnak a magyarázata, és ugye ezt hormonpótlással szokták rendezni. Jaj. Elindul, majd egy napra leáll a vérzés. Na most akkor mi van? Nem tudja a mezőszem, hogy mit akar? Dehogy nem tudja. Én nem tudom, hogy mit akarok, drága hölgyem. Vesztesség konfliktusnak érem meg a menzeszt. Ja, ilyen is van, mert nem jött össze a gyermek, és a menstruáció az, ami sinen tartja a vesztesség konfliktusomat. Mert azért, mert most megint elvesztettem egy lehetőséget arra, hogy végre megfogadjon a gyermek. A gyermek fogantatásáról azért nem csak biológiai szinten kéne gondoskodni. Lehetek én teljesen perfekt biológiai szinte. A bizonyos dolgokat még nem tettem rendbe, hát érzelmileg, gondolatilag és egy magasabb rezgésen. Kérem szépen, a gyereket nem mi csináljuk. A gyerek az érkezik. Egy magasabb frekvencián érkezik, és ő építi fel anyu meg apu ivarsejtjeiből a saját testét. Nem a szülők gyártják a gyermeket. Jó lenne ezzel tisztában lenni. Nyilvánvaló, hogy mindenki maga választotta ki az anyukáját és az apukáját. És azt akkor tudtuk, hogy miért választjuk ki őket. Tudtuk azt is, hogy mi áll előttünk, de bevállaltuk azt az utat, ami azt a célt szolgálná, hogy végre megtanuljuk a feltétel nélküli elfogadást. Annak, akik nehéz utat választanak, de ha rájönnek arra, hogy minden konfliktusuk csak az el nem fogadás miatt lépett föl, akkor nyilván, hogy az elfogadással le is fogja tudni zárni. Szóval az egyes konfliktusok megélésének ereje, hossza, kombinációja, egy csomó változatos tünetet létre fog hozni. A lényeg nem az lenne, hogy elszöszmötöljünk ezekkel a különböző tünetekkel, hanem szerintem a lényeg az lenne, hogy az alapokat tegyük rendbe, és akkor onnantól kezdve minden, de minden rendeződne. Még egy fólia a meddőségről, ismert fólia, már más előadásokban is bemutattam, tehát a nemi szervhez tartozó ocsmányfél genitális konfliktus mit csinál petefészekkel záródás, tehát erről már volt szó. A veszteség konfliktus, amíg nem oldottam fel, petefészek sorvadás, nincs ovuláció, vagy van ovuláció, de vékony a nyálkahártya, nincs hova beépüljön, a megtermékenyített pete, úgyhogy nem lesz belőle gyerek. Konstelláció, vagyis a női szexuális központnak a lezárásával megszűnik, minden megszűnik. A nagyon durva női szexuális konfliktus leállítja a menstruációt. És nem várandós az illető, csak nincs menzesze. Aztán a mellékvesekérek túlműködése Cushing szindrómához vezet, aminek a következménye egy androgén, vagyis férfias hormonszint növekedés. Nyilvánvaló, hogy ez akadályozni fogja a megtermékenyülés, tehát meddőség lesz a következménye. Prolaktin szint emelkedés, a follikulus stimuláló hormon, tehát a tüsző érlelő hormon szint csökkenése, és a luteinizáló hormonnak a csökkenése, ami ahhoz kéne tüszőrepedés legyen. Ha ez az állapot beáll, akkor korai klimaxról beszélünk, hogy lehet ezt elérni, drága hölgyeim. Csak azt a szokást kell tovább folytatni, hogy bárki beteszi a lábát hozzám, azt azonnal meg kell kínálni valamivel.
Mert hát anyám is ezt csinálta, meg nagyanyám is. Senki nem mehet el tőlünk úgy, hogy nem kóstolja meg ezt a frissen sült palacsintát, vagy a 3 napja aszalódó almás tésztát, vagy bármit. Drága hölgyeim, ha magunkra ismertük, akkor jó lenne ezt kinevetni és erről leszokni. A prolaktin szint azért emelkedik, mert én meg akarok etetni mindenkit. Az etetéshez viszont biológiailag nem az almás tésztára van szükség, hanem a tejre. Tehát azért emelkedik a prolaktin szint, hogy tejelni tudjak. Na de ha szoktatok, akkor éppenséggel nem kellene várandósnak lenne, mert most éppen a gyereknek az etetésével foglalkozok. Szóval jó lenne ezzel komolyabban foglalkozni, és hát ugye a szakrális okokra már utaltam. Kérdés, mikor leszünk arra méltók, hogy bárki minket szülőknek kiválasztom. Én megköszönöm mindenkinek a kitartó figyelmét.